reggeli rohanásban könnyű szemtől szembe kerülni egy túl szépnek tűnő ajánlattal. Az eredmény... Krétával körberajzolt tetemes összeg. A tetthelyen a gazdasági helyszínelők, a ravasz, az agy és két füles csésze és fejvállalakzat. A lehetetlen küldetés megfejteni a Fibonacci kódot. A jutalom egy bögre rossz kávé és egy olyan hozamgörbe, amilyet még Alonso Mosley sem látott. Millás reggeli, a 90.9 Jazzy Rádió gazdasági mápecsója. Vigyázat! Van rá engedélyünk! A Millás reggeli főtámogatója a Superautomobil Kft. A Schiller Autócsalád Lexus Pest márka kereskedése Újpesten. Schiller Autócsalád. Autók szeretettel. Jó reggelt kívánunk, 7 óra 11 perckor folytatódik a Millás reggeli a 90.9 Jazzy Rádion Kántor Endrével. És Mihálovics Andrással. 0-30-20-10-9-0-9 SMS, WhatsApp és Viber számuk is, ez lehet írni a műsor készítőinek. Na nézzünk. Na, egy kis írtak? Közlekedést. Mit írtak a kedves hallgatók? Morgos szerda, az Ács tegnap bukott 200 forintot valamelyik foglalásán, mert a szokottnál is ennyi. Igen. Előfordul. A közlekedést szeretnéd nézni? Szerintem igen. Budapest legfrissebb közlekedési hírei itt a 90.9 Jazzy-n. Nézzük először, mi történik a bevezető szakaszokon. Ja, mondjad, M5-ös autópálya és az M0-ás autóút csomópontjában történt egy baleset. Budapest felé az M0-ás autóútra való felhajtásnál sávzárásra és lassabb előrejutásra kell készülni, illetve a 11-es főúton a Tahitótfalu és Leányfalu közötti szakaszon kátyúznak. Ezt elkezdik már most tanában, úgyhogy itt félpályás lezárás és jelzőlámpás forgalomirányítás van, biztos, hogy lassabban lehet haladni. Aztán koccanásos balesetről számolt be az M2-esen Dunakeszinél Hunorhallgató, illetőleg úgy hírlik, hogy műszaki hibás jármű van a Hungária körúton a Salgó-Tarjáni utca után a Rákóczi híd felé, a külső sávban vesztegel ez a műszaki hibás jármű, úgyhogy arra sem lehet gördülékenyen haladni. Budapest, Budapest, te csodás! Hírek, információk, érdekességek, események Budapestről és környékéről. No kérem szépen, hát elég érdekes, hogy a Volánbusz is beállt, vagyis hát a Volánbusz dolgozói is beleállt abba a hosszú sorba, ahol fizetésemelést követelnek a dolgozók, 20%-ot mér méghozzá. A Volánbusz egyik szakszervezetéről van szó. Több száz dolgozó vonult a Volánbusz budapesti székháza elé a Szolidaritás Autóbusz Közlekedési Szakszervezet felhívására. Sok ellendrukkerünk volt, de ők most elbuktak, mi pedig megnyertük az első csatát, és emelt fővel ülhetünk tárgyaló asztalhoz, és követelhetjük a Volánbusz vezetésétől a bérkorrekció végrehajtását. Így nyilatkoztak a demonstráció után a szakszervezet vezetői. A tüntetés után még az is elhangzott, hogy petíciót adtak át a Volánbusz vezetőknek, és állítólag ma ülnek le tárgyalni, és megemlítette, hogy sztrájkra is készülnek, vagy legalábbis javaslatot tesznek az előkészítő tárgyalásokra, az erről szóló előkészítő tárgyalásokra, tehát, hogyha nem sikerül a bértárgyalás, akkor akár buszos sztrájk is jöhet, de ne szaladjunk ennyire előre, és ne keltsünk ijedelmet. Közben 15 ellenzéki polgármester követeli a tankerületi rendszer felszámolását, 14 budapesti kerület és Budaörs polgármestere írta alá a követelést. Végleg megbukott a közoktatás kormányzati központosítása, írják, a magyar közoktatás összeomlott, ezt jelentette ki többek között a Népszavának eljuttatott közleményében is a 15 ellenzéki polgármester. A közlemény aláírói szerint az összeomlás bekövetkezte, várható volt azóta, hogy az állam közel egy évtized elvette a helyi önkormányzatoktól az iskolák fenntartásának jogát. Azt mondják, hogy kiderült, hogy a központi kormányzat által felállított és többször átalakított intézményrendszer nem csak, hogy nem állította meg a közoktatás romlását, de nem is volt ilyen szándék. Tehát ezt mondom, abban a közleményben van, amit ők írtak. A polgármesterek egyébként tiltakozásuknak adtak hangot, például a pedagógusok, a diákok, a szülők követeléseinek semmi bevétele ellen, vagy pedig a pedagógusok diktatórikus rendszereket idéző fenyegetése, bércsökkentése és elbocsátása ellen.
valamint az ellen, hogy a kormányzat ennek a felelősségnek az önkormányzatok vagyonát jelentő közoktatási infrastruktúra államosítása óta nem tesz eleget, mégpedig annak a kötelezettségének, hogy megoldja ezt a helyzetet. Aztán egy jópofa kezdeményezés a fővárosból, új körút, jegyezzük meg ezt a kifejezést. Na. Mert hogy hónapokkal ezelőtt a Kis Távolságok Városa Alapítvány által meghirdetett programról van szó. A célja pedig, hogy ráébredjünk, a város másról is kell, hogy szóljon, mint a parkolásra, és a közterület rendkívül értékes közösségi és zöldítési funkciókat is ki kell, hogy elégítsen. És ezért egy olyan tengelyt találtak a Nagykörút és a Kiskörút között, ez a 8. kerületi Szent Király utca, a 7. kerületi Kazinci utca és a 6. kerületi Székely Mihály utcában, ahol ezeket úgymond összeolvasva létrejön egy új körút, egy sétáló tengely, ahol az emberek találkozhatnak, beszélgethetnek, olvasgathatnak. El is indult a október 7-én az új körút programsorozat, október 13-áig tart, ekkor 10 parkolóhely funkciót vált a már említett 3 utcában, és úgynevezett parkletek jönnek létre. Ezek olyan növényekkel körbehatárolt területek, amelyekben székeket, asztalokat helyeznek el, és várják a város lakóit, hogy próbálják ki a város ilyen formában, hogyan használható. A parkletek a délutáni esti órákban koncerthelyszínek kialakulnak, számos művész hívtak el, hogy szórakoztassák az itt lakókat és a sétálókat, úgyhogy érdemes kipróbálni, tehát az új körút, a Szent Király utca, a Kazinci utca és a Székely Mihály utcában lehet ezekkel a bizonyos parkletekkel találkozni. Hamarosan jön Németh Dávid, a K&H Bank vezető makrogazdasági elemzője, és vele pedig arról beszélünk majd, amit nem mondhatjuk ki a nevét, és azt, hogy nem mondhatjuk ki, hogy hol áll, meg hogy mi történik vele. Erről fogunk majd szót ejteni Németh Dáviddal. Nekünk a Gellért hegy a Himalája. A Millás reggeli fővárossal és környékével foglalkozó rovata hangzott el.